Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy Makóváros 23 szavazóköréből korábbiaknak jelzetteknek megfelelően 4 szavazókör helye áthelyezésre került. Erről az érintett ingatlanok lakóit a napokba szórólapok útján kívántuk tájékoztatni, ismét felhívni rá a figyelmet. Sajnálatos módon a szórólap terjesztéssel megbízott cég a címeket rosszul kezelte, ezért olyan ingatlanokba is eljutottak ezek a szórólapok, melyeket nem érint a szavazókör áthelyezése. Ezért ismételten felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a 4-es szavazókör áthelyezése történt meg, aki eddig a makói Eni Búza utcai telephelyén szavazott, az most a Juss Gyula utcai nyugdíjas klubba adhatja le szavazatát. Az 5-ös számú szavazókör választópolgárai korábban a Juss Gyula utcai orvosi rendelőbe adták le szavazatukat, most szintén a Juss Gyula utcai nyugdíjas klubba tehetik ezt meg. A 17-es számú szavazókör érintett még, a Máltai Szeretetszolgálat Liget utcai épületében adhatták le eddig voksaikat, most a Tinódi utcán, a volt vízműszékházban, valamint a 23-as szavazókörnél eddig a Kassai utcai óvodaépületben tudtak szavazni, most a Munkás utcán az idősek klubjában. Minden egyéb szavazókör helye változatlan, akiben esetleg kétely merül fel ennek ellenére, hogy hova kell menni vasárnap szavazni, ellenőrizheti a központilag kiadott értesítőt, vagy természetesen kollégáim segítséget nyújtanak a 62-es körzet 511-820-as telefonszámon, vagy az 511-826-os telefonszámon. Valamint minden szavazókörben a választás napján rendelkezésre fog állni egy utcajegyzék is, így ott a helyszínen is tájékozódni tudnak erről.